Sziasztok, itt Ulasz után! Folytatjuk az Ivan Bida Basit! Előző részben a hetedik pályát megcsináltam könnyedén. Úgyhogy most... 2531 halált haltam Hardon módban. És a következő boss Megaman. Tehát Megaman-nel fogok küzdeni ebben a videóban. Az sem olyan nehéz ellenfél. Könnyebb ellenfél, mint Sonic. Jaj, bocs, hogy előzőleg nem tudtam hangot kiadni az előző videóban. Elfelejtettem visszahangosítani, azért van ez. De a teljesen így is lehet látni. De a fontos dolog, amit mondtam az előző videóban az, hogy már több mint 1000 halált haltam azért, hogy legyőzzem Cheatament. Tehát ez iszonyú kegyetlen boss a Cheatament. De remélem, hogy nem kegyetlen, mint Soulbone. Úgyhogy lássunk is hozzá. Ez után kontra Megaman. Teljesen mindegy, mennyit lövök rá. Az elben ugyanaz lesz. Elekman. Az nem jó, csak mindig mellé lők. Én kiegyűzének ment. Bomberman. Ringman következik. Aj, az anyádat, hogy bom, most kett ide jön meg. Csak higatnak kell lenni. A szomat, ez az gyűrűk hibája. Gyerünk. Takarodj innen. Menj innen. Így kell legyőzni. Na jó, oda kell figyelni, jó kell koncentrálni. Kiért ne találj! Na így kell kiselezni. Megvan, bazd meg! Szívesen! Én így mondom, ez még rosszabb. I did it! Na, így kell legyőzni Megament. Ebben van, srácok, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornám, és nyomjatok egy lájkot. Már én sem gondoltam volna, hogy Megamente esre tudom győzni. Tehát innen folytatjuk legközelebb. Még Total Average-ben is gyakorlom kell ehhez, mert itt is kevesebb a mentés. Úgyhogy már búcsúzom, sziasztok!